Sziasztok, üdvözlet, titeket, Sanyja vagyok, ez pedig a Busz Simulator 16. epizódja. És az előző részben megszereztünk egy újabb negyedet, ami itt található, szép kis sárga jelöléssel. Az a mi kis negyedünk, ó, van itt benzinkó, de jó. A garást azt még mindig nem tudom, hogy kell megoldani. Hogy átmehessünk oda, majd később, majd úgyis rájövök. Jó, már csak egy negyedet kell nekünk megszerezni. Illetve még MON buszokat szeretnék vásárolni, de összeg még nem engedi meg. Úgyhogy még egyelőre nem. Ha eladhatnám a buszokat, akkor tudnék venni MON-t, csak akkor még nem tudnék ennyi járatot fenntartani. Várjunk, most van egy feladat. Azt mondja, legyen egy járatod, legalább két busz megállóval Suburban. Az hol van a Subur? Hoppá. Az az első válaszunk. Igen. Kettő Subur, kettő Residential és kettő Industrial. Residential az nem az. Nem az. Az ez. Akkor kék-zöld. Ja, az előbb ezt néztem, de ez kellett volna. Akkor kék-zöld, és akkor kell nekünk még ide is kell kettő. Hé. Hey. Ez a kék járat? Ja, ez csak itt elment. Aha, de nem érintette ezt a területet. Értem én. Na, akkor létrehozás. Kettő itt, egy, kettő, kettő itt kell nekünk lenni, és akkor legyen. Ezt nem kérte, úgy van. Kettő szó, kettő rezidens, kettő industri. Legalább kettő busz megállóval, és vezess legalább egyszer. Hát, akkor szerintem ezt az egy busz megállót, ezt kihagyjuk. És jöjjünk, nézzünk bele ide a városba. Így. Vagy nézzük meg a stadiont. Így. Nézzük meg a stadiont. Na, akkor mentés, és akkor mivel mentjük, ezért vezetni kell. Menjünk ki most ezzel. Jöhet a kávészünet. Mint mindig. És akkor mehetünk a járathoz. Hol van ez a sok szirénázás? És hogy behaladszik? Ajtók nyitva. Ülésre beültünk. Ezen ki csak két gomb van. Jó, akkor az előző részben volt a rámpás. Ez a rámpa nélküli. Aha. Busz beindítva, a világítás felkapcsolva, a kézifék kioldva mehetünk. Erre néztük a járatokat. Pont nem jön semmi. Akkor menjünk is. Mire mondom, hogy nem jön semmi, addigra jön egy kocsi. Hú, már fékeztek, azt hittem, hogy ilyen sokan álltak itt. Már végig sokan is állnak itt. Na akkor nézzük meg, hogy néz ki az új negyed. Na, haladjunk. Még a Duda, nem néztem még meg. Nagyon rossz itt ez a kereszteződés. Engedjük el a gyalogos bácsit. Irányjelző, és... Tiszta terep, nem úgy, mint az előző rész elején. Amikor akkora dugót okoztam. Az meg vakarja a lábát, a másik lábával. Jó, nem irányjelzőztünk, de...
Jó. Kicsit furcsa hangod van. Normál van a jegy. Vagy 3, 5. Hello, integetsz itt. Egy diák vonal. Ha hamarabb kinyomtottam, mint ahogy mondtad volna, hogy te tanuló vagy. Na, senki se áll az ajtóba. Mindenki felszállt. Akkor ne engedjük el a gombot. Akkor indulom, mandula. Ja, most jön az a megálló, amit sose értem el eddig időben. Most van rá 30 másodperc. Vagy ez nem az? Lehet, hogy ez az. Ha itt lesz egy piros lámpa, akkor... Jó, ez nem az. Vagy az? Na, mit tudom én. Olyan régen volt, de itt van a piros lámpa, úgyhogy ez volt az. Mert sose érem el időben, mindig itt állnak előttem kocsik. És mindig piros a lámpa. És le is járt. Ne dudálj! Indulok, csak előttem még kocsik vannak. Most kíváncsi vagyok, mínusz 10 másodpercnél mit fog kiérni? Vagy nem kapom meg a bónuszt? Mert csak annyi? Állj meg. Egy kis késés. Na, azzal is csillagot írt, nem tudom akkor most melyik a plusz. Vagy hogy jelöli, vagy plusz kapok ezére, vagy csak nem. A rámpa kioldó. Na, pont múlt részben hiányoltam. Ezt gyorsan kinyomtatjuk. Mit akarsz? Ja, összeadni én. Oké. Okay. Be is húzom a kéziféken. Oké. Okay. Jó, nem kér senki se jegyet. Akkor menjünk is, kihúzzuk a lámpát. Egy kis animációval. Az komoly. Ne dudálj már, mit dudálsz? Na, és akkor mindenki felszállt. Mindenki begurult a helyére. Jó. Na, mehetünk a következő busz megállóba. 14 másodpercig. Makara Street az pont a lámpás kezdődés után van. Amit most természetesen megint nem fogok elérni. Ne, zöld van! Menjünk! Apa! Na, ez most jól jött ez a kis zöld. Igaz, hogy késésben vagyok, de... Kettes ajtót nem nyitottuk ki. Oké. Okay. Egy utas száll fel. Szinte nem volt érdemes megállni. Na, már erre kell menni egyenest. Mert legalább most van egy percünk, szűk egy percünk. Meg egyenesen kell menni. Zöld, menjünk. Várjunk, hogy most pont fordítva van. Itt van a sebességszabályzó, és ott van a motorindító. Na, bekapcsoljuk, mert legalább addig se kapjuk. Piros? Az még sárga volt. Ikrek. Megjöttem. Már nem kell oldalra fele nézni. Na, azt mikor mondta, hogy rengeteg projekten dolgozik? Oké, megy. Jó, megyek. 3 normál vonal jegy. 1, 2, 3. 10 euró. Akkor visszajár 40 cent. Akkor most járunk 7-nél. 8, 9. Szívesen, megyünk. Kiengedjük a...
Utast. Állhattam volna egy kicsit közelebb is a... Tavaly már rendes, éppen a rampát emelem, befelettem, meg keresztül sétálsz az ujjamon. Jó, akkor most nézzük meg, hogy hogy állunk. Jó, nincs senki se útba. Akkor bezárva minden. Csak akkor mehetünk. De jó, egyenesen kell menni, zöld és a lámpa. Minden összejött, ajtó is bezárodott. Na majd így kezd jobbra menni. Ó, itt is zöld lett. Lower Wall Street. Most ez... Haver, menjél. Most ezt innen szabad volt innen egyenesen menni? Nem csak a másik sávból lehetett volna. Mindegy. Na, ez már az új negyed? Nem, az a másik oldal lesz a folyóparton, tehát még át kell ezt menni. Csak már régen vezettem. Úgy de sötét van, nem le kell térni. Úgy akarok bekagyarodni, de nem megyek neki. Ja, ez egy irányú, és itt parkoló van. Aha, de jó, kis utca. Jó kacskaringós lesz itt most hirtelen. Ja, még 30-as szabályzás is van. Na, nekem tetszik az ilyen egy irányútak. Jó, szabad az út. Ilyen jó kis nyugalmas negyed. És ha körbe mentem volna... Most balra kell mennem. Valóban balra kell mennem. Ha valaki kiengedne... Oh! Az honnan jött? Nem is láttam. Ó, hát iszonyat sokan vannak. Haver, valaki kienkedhetne. Na, most pont ott gyalogosok mennek. Itt meg belém állt... Mellém állt egy kocsi, és nem tudok kikanyarodni. Jó. Na, ez már az új negyed. Igen, mert itt van a... Nem. Tudom. Meg volt az összes busz megálló. De jó ez a híd. Híd közepén busz megálló. De nekünk itt nem kell megállni. Itt akkor balra. Ja, teli zöld van. Akkor elnézést kérek. Elég cicakos így a nyárat. És akkor vigyázz, a stadionhoz elérünk. Megállok, megállok, nem kell integetni. Ketten vagytok. És kettőt várunk, két jegy eladást. Egy. Egy nyugdíjas, és a másik is feljött. Nagyon jó. Egy nyugdíjas, normál. Mit? Nyugdíjas napi? Elnézést kérek. 80 cent vissza, akkor vagyunk 6, 8, 10. Na, nem álltál be az ajtóba? Nem, akkor mehetünk. És akkor már csak egy megállónk van. De furcsák ezek a hideg, hogy így be van falazva az oldala. Na és itt a stadion. Na? Váltsál már.
Úgy. Tessék lekanyarodni. Lekanyarodtunk. Na nézzük ezt, hogy néz ki ez a stadion. Hol van a busz megálló? Ott van szembe. Valahol. Ja, ott van. Ez lesz a stadion járat. Ó, itt egy tank. Benzinkút. Mármint üzemanyagkút. Nem csak benzint forgalmaznak. De jó az a te... Opa! Graffiti. Na, megérkeztünk, vége állomás. Kérem, a... mindenki hagyja el a buszt. Hogy tudjak visszamenni. Jó. Nem kaptunk semmit. Na, hol fog megállni? Kb. Itt. Úr, remélem az egeremet felveszi. Hogy mutattam, hogy hol. Azt a mekkora megyek lotót venni. Jó, na, nézzük meg akkor. Na, az első kész. Azt mondja, hogy legyen egy gyors járatod, amelynek mindegyik feloldott negyedben van egy busz megálló, legfeljebb 7 megálló, vezess rajta, majd rendelj egy sofőrt a járathoz, a járatsűrűségnek 10 percnek vagy kevesebbnek kell lennie. Na, először is gyors járat, mert 10 perc től kevesebbnek kell lenni, és maximum 7 megálló az összes negyedben. Na. Akkor logikusan. Hogy kéne ezt megcsinálnom, hogy nagyon jó legyen? Csak erre kéne indulni, nem? Ja, ugyanúgy, mint itt. Szerintem ezt fogom módosítani, ez nekem úgy sikerül, nekem ez a járat. Azt mondja, hogy... az elsőt nem lehet kiszedni. Ja, még nem mentem rá a szerkesztésre. Így. Az első ebbe a negyedbe. A második ebbe a negyedbe. Itt végig tudtam volna menni. Nem tudom, hogy miért csinálta ezt a kanyart oda. Azt mondja, első negyed, második. Ezt innen felszedjük. Harmadik, négy. Négy, ugye, négy van, ugye? Csak azt írja, hogy mindegyik. Legfeljebb 7 megálló, 10 percnek kell lenni. Ez nincs feloldva. Na mindegy, van egy kék, egy zöld, nincs egy lila. De itt van egy lila. Zöld megvan. Lila megvan. Sárga megvan. Tökéletes. Mentés. Menjünk végig. Menjünk ezzel, mert ezzel elég gyors. Jó, most nem kávézunk, mert már koffein túladagolásom lesz. Itt még mindig vigyognak a mentők. Oké, mindent bekapcsolunk, mindent kiengedünk, mindent felkapcsolunk, mindent bezárunk, és mehetünk. Na nézzük meg azt a 10 perces járatot. 10 perces, 10 perc rövidebb. Hogy meg tudjuk el teljesíteni. Vagy új járatot kell ezt létrehozni. De tudjuk, szeretem ki, hogy az első járat is az ne tartozzon bele. Tehát még elmegyünk a járatig, addig nem számol úgyse az idő. Pont ezt a veszteséges utat nem akarom belerakni, ezt az első busz megállók közötti távolságot. Na, induljatok elfele. Úgy. Mögöttem van a villogó. De jó, akkor most így meg is állnak a kocsik. Nem nekem adtak utat, de...
de én legalább ki tudtam furakodni onnan. A másik irányba is megy a mentő, úgyhogy nem követ minket, de olyan, mint a köd lenne mögöttünk, és az úgy tölt be a terület. Na, és itt van egy másik mentő. Na, itt lesz az első megálló. Hello. Kéziféket behúzom. Na, jó, sokáig húztam be a kéziféket, már mehetünk is. Milyen türelmetlenek ezek az emberek? Mármint ezek a botok. Mindig dudálnak, hogy induljak már. Tudod mit? Most itt meg is fogok állni. Na most légy türelmes. Ó, oh, hi! Ó, oh, mennyi jegy, ez az. Normál vonal. 5. És akkor 82. Hú, ez a sok haprózás itt. Ez itt mi? Kuka mellettem? Csak nem egy utas, aki fel akarna szállni. Időbére jelzőztem, akkor lehet most kaptam bónuszt is érte. Na, sebességszabályzó. Nem ezt. Simán leálltottam a motort. Mert fordítva van a másik buszba, jobb oldalt van a sebességszabályzó, és bal oldalt a motorindító. Elég gyorsan megyünk. Itt 70-es megengedett sebesség van. Lehet két település között vagyunk, és azért. Zöld. De jó. Itt nem kell megállni. Most meg kell állni, vagy nem kell megállni? Jó, oké. Nem az a járatom következő megállója. Legalább most már ezt is láttam, hogy ez ki van írva. Ja, minden, hogy csak egy megállót írtam be. Vicces. Még ezért is hibát ír ki. Ez micsoda? Egy lámpa? Na, induljunk, azaz. Nem szabad ilyen hosszú járatot indítani. Átutalás? Nekem is utalhatná. Na, ez az én járatom. Opa! Egy kicsit túl lendületben nyomattam a dolgokat. Na. Normál vonal. Rendel. Ó, 10-es adsz. 80, akkor most 3-nál járunk. 5, 7, 9, 10. Hé, volt ott valaki? Nem. Csak elkezdett beszélgetni. Na, itt jobbra kell kimenni. Hát ez... ez még a miénk lesz. Na, sárga mentem át, és piros áthajtás. Ez van. De gyors járat. Nem számít a piros lámpa. Igen, itt lesz a... második megszerzett negyed? Nem, harmadik megszerzett negyednek a busz megállója. Eznek nem tudom, hogy fogja megadni a megvalósításáért a achievementen. Mert egy alkalmazottat is hozzá kell rendelni.
De furcsa az a kék világ. Na, még egy napi. Ezt már szeretem, ha ilyen drága dolgokat költöttek. Na most járunk 7, 8, 10. Jó. Más nem is jött. Gyere, még felvesznek. Ó, itt futgálra, szóval azt hittem, hogy a buszonhoz futottál. Az most ott megy a levegőbe? Most megfordul. Meggondolta magát? Hú, de sok kocsi van már megettem. Feltartom itt a... Na, és utolsó megálló. Az új negyedben, amit megszereztünk legutoljára. Na, még mi hajtsa át a zöldön, mert is át akarok menni. Na, ez is sárga volt, csak itt nem olyan lassan kanyarodok be, mint az előzőnél. És akkor mondom, ezért nem kaptam meg a büntetést. Ez a mi végállomásunk, ugye? Répa, lekvár. Na. Tüdőd. Na, hogy állunk? Ja, megint előléptettünk valakit. Olyan sok ér... Tényleg pluszokat nem ír nekünk? Mindjárt megnézem a költségvetést. Átlépjük, vagy nem lépjük át a 15-ös szintet? Amit elérjük-e, inkább úgy mondom. Elértük. Zsír. Ó, mi ez? Rózsa? És ez mi? Új hirdetés? Igen, sofőr. Na nézzük, említek, teljesítettük egyet, igen, és akkor legyen egy gyors járatod. Már is hozzárendelünk egy utast, ültest, egy dolgozót. Melyik a... Nem. Először is megnézzük, hogy melyik a hosszú járatok. 12. Ja, nézzük meg. Ó, nem sikerült, 17 menetidőnk van. Akkor ez nem jött össze. 17 perces a menetidő. Mindegy. Kipróbálom azért. Hozzárendelek valakit. Na, csak nem egy olyan akarok, aki hosszú járaton van. Őt nem. Ez meg nincs senki. Ja, várjunk. Most ezt csináltam legutoljára, nem? Ja, ezt csináltam, akkor sikerült, jó, oké, 10 percen belül vagyunk. De akkor kit rendeljünk hozzá? Ez 12 perces, úgyhogy Milót fogjuk hozzárendelni. Hozzáad, és Miló. Igen, ki is lett pipálva, tökéletes. És akkor felej meg a légszennyezettségi szabályzatnak, legyen legalább 4 modern buszod, ami megfelel. Na, ezt nem tudom, ez hogy lehet megnézni, hogy most modern busz vagy nem. Kereskedésben látjuk, hogy milyen idős buszokat vásárolunk. Mindegy, ezt úgyse tudom most megvenni. Micsoda? Kamatot kell fizetned mindaddig, amíg negatívban maradsz, és ha eléred a mínuszát, vállalat csődbe megy. Amíg a játék... Nem tudom, hogy meg tudom vásárolni, tudok-e mínuszba venni. Oh no! És most ez 2013-nál idősebb kocsi volt. Ezt nem tudtam. Mondom, úgy sincs annyi pénzem, nem vásárolom meg azt a puszt. Most mínusz 29 ezerben vagyok. De... Oh. Melyik a leggagyibb busz? Az A38G. Most csinálok egy olyan trükköt, hogy buktam egy... Ez csak 100-as buktam? Igen. Akkor gyorsan eladom. Sőt, ez még 90 ezer. Eladom. Mikor? Ö,
Eladom. Kereskedés. 150 ezer. Ó, nem tudom megvenni a mant. Jajjaj, vagyok bajba most. Azok a hangok. Na mindegy, kereskedés, és akkor veszünk egy, ami belefér 150 ezer. Ó, pont annyi van. És akkor így elméletileg meg lesz a két darab 2013-as. Nem. Miért nem? Most ezt nem értem. Most vettem egy vacsi új buszt. Hát a két legutolsó vásárolt buszom. Tényleg itt busz beszerzési ára. Na, ezt nem értem. Jó van. Most ezt már megvásároltam. Át fogom írni a buszokat. Csak annyit írok, hogy per 34. Per 40. Tudjam, hogy hány személyes már. Per 62. Hoppá, ezt nem ezt akartam. Azért a nevét azt nem töröljük ki. C 5 8 B per 40. Lesz két egyforma busz nevű. De most nem tudom, érdekelődik elfele vagy valami? Na mindegy, nem foglalkozok vele. Debutus vagyok? Na mindegy. Azon gondolkoztam, hogy ezt is alattam volna, és akkor lett volna vagy egy új manom. Nem tudok úgy tovább lépni. Nem baj, tudok még játszani itt a pénzemmel. Mennyibe kerül a mon? Azt nézzük meg. 210 ezer. 210 ezer tudtunk megcsinálni, ha ezt eladom. 200. Meg ezt eladom. A két legrégebbit eladom, és veszek egy bant, akkor három buszom lesz. És négy busznak kell lenni az ének. Elég szennyezettség adathoz. Itt még mindig ezt írja. Csak ha megvan két darab 2000-es szám, most csak így logika azok végig. Két darab modern buszom van. De mind nevezhető modern busznak a man. De akkor miért értek? Ja, ez már modern busznak számít, mert csuklós. Értem. Pedig ugyanez a kettő, csak csuklós, meg nem csuklós. Mert mind a kettővel automatikus sámpa van. Na, vagyok bajba. 250. Ha ezt a kettőt eladom. 110, mindegy, olyan 250 jön ki. Megkapom a bónuszt, az 300. Veszek egyet, akkor 90 ezer marad. És akkor még le tudok menni mínusz 10-be. Jó logikázok, vagy nem? Üsse kavics. Ja. Vegyük meg fel a bont, nem érdekel. Oké. Okay. Igen, és kaptam így plusz 50 ezeret. Tökéletes. És akkor most már 95 ezer.
Ha ezt megveszem, akkor csődbe megyek. Ezt megveszem, csődbe megyek. A csuklós most 270 ezerbe kerül? És mennyire adom el? 268 ezer. Mi lenne, ha vennék még egy mont? De akkor is három buszom lesz. Nem tudom összehozni, hogy jó legyen. Hát végig is annyit ne pukok rajta, most gondolkozok. A gyártása 2010 vagy újabb. Most ha megveszek egy régi buszt, akkor nem felel meg a... Kár, hogy nem számol. Jó, de van is statisztikám. De miért nem tudok rá kattintani? Heti jelentés, csak ezt tudom megnézni. Ja, nem itt van statisztika, elnézést. Birtokolt buszok 3, negyedek, oké. Okay. Elfogyasztott kávé 15, de a Duda használ, kétszer dudáltam. Na jó tudni. Járatháló hossza, összes megállás. Ó, igen. Azt a 14 ezer balesetet okoztam. Áthatás pirosan 4 darab, gyorshajtás 2. Szállított utasok. Ma 519 számút, kovat az 500-as. Összes késés. Nekem nem is az kell, hanem a... Ja, ezek a barátlisták. Most jelenlegi birtokolt buszom, azt nem lehet bővíteni, hogy most jó vagy nem. Régi busz vagy nem. Na jó, oké. Majd ez a következő részben, hogy megnézem ezt a statisztikát, meg keresek egy kis pénzt, és akkor tudok venni még egy buszt. Mert ezt a legolcsóbbat azt nem szeretném megvenni. Vagy legalábbis csak addig, hogy a dolgozók tudjanak menni rajta. Sőt, vissza is veszem a legolcsóbbat. Így van, még abba kijön az összegből. És akkor majd a következő részben ezt megoldom valahogy, ezt a problémát. Dolgozok addig, amíg nem lesz annyi pénzem, hogy ezt meg tudjam csinálni. Nagyobb buszokat vásárolni. Jó, na, köszönöm szépen a figyelmet, köszönöm szépen, hogy megnéztétek ezt az epizódot. Ha szeretnétek értesülni az újabb epizódokról, illetve hogy milyen játékok mennek a csatornámon, akkor iratkozzatok fel a csatornámra. Én Sanya voltam. Sziasztok!